Jávori Ferenc Fegyával beszélgetek, aki a Budapest Klezmer Band együttes vezetője, és Kárpátalja szülöttje, tegyük hozzá. Sokadjára van már itt Kárpátalján. Most milyen érzéssel érkezett éppen ide a harmadik zsidó napok meghívására? Ha nekem mindig egy ilyen utazás, ez a múltbeli dolgoknak és a múltbeli eseményeknek, és hát végül is a múltam, meg a gyerekkor, meg minden, amit Kárpátalján történt velem, és mindig egy picit dobog a szívem, hiszen gyakorlatilag több mint 30 éve éltem itt Kárpátalján, és megmondom őszintén, csak pozitívan tudok nyilatkozni, hiszen egy csodálatos gyerekkorom volt, és itt tanultam, és itt születtek azok a csodálatos ötletek, amit már itt Munkácson úgy elképzeltem magamról, és ez megvalósult Pesten, amikor áttelepültem. És nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok, és nagyon örülök, hogy itt vagyok Beregszázban. Egy olyan fesztivál, ami most már gyakorlatilag hagyomány lett. Ez gyakorlatilag a harmadik fesztivál, amit Deák Andi szervez, és amikor meghív, akkor mindig egy jó érzés, hogy megint jövök Kárpátaljára, megint átmegyek a határon. Nem is volt olyan komplikált átjönni, úgyhogy most itt vagyok, és boldog vagyok. Ugye azt tudni kell, hogy a Budapest Klezmer Band azért már az egész világot meghódította az elmúlt évek alatt. Mennyire fontos az, hogy a zsidó kultúrát, a zsidó zenét, azt elhozzuk ide Kárpátaljára, ahol ugye nagyon sok zsidó élt valamikor, de most már egyre kevesebben vannak, és kihalóban van ez az egész folyamat, és mennyire fontos az, hogy a nem zsidók is megismerjék ezt a nagyon értékes és sokan mondó kultúrát. Ha megmondom őszintén, ez első perctől, amikor gyakorlatilag megalakult a Budapest Klezmer Band 1990-ben, és már akkor éreztem, hogy ez egyfajta misszió. Misszió egy olyan feledésbe merült műfaj, ami gyakorlatilag a zsidó kultúrának az egyik legnagyobb kincse, a klezmer, és ezt a műfajt Magyarországon abszolút nem is ismerték. És azt veszük figyelembe, hogy amikor 1990-ben elkezdtünk, akkor néhány ember tolongott a nézőtéren, most meg 3000 ember bemegy a zsinagógába, amikor van a zsidó kulturális fesztivál, és gyakorlatilag méltó módon képviseljük Magyarországot külföldön, hiszen egyrészt a Budapest szó, az is egy vonzó szó, és pláne Budapest Klezmer Band, az is egy nagyon-nagyon felelősségteljes kulturális kincset takar, és nekem mindig is az volt a véleményem, és most is úgy érzem, hogy a zenén keresztül fantasztikus hatást lehet gyakorolni az emberekre, hiszen nekem teljesen érthetetlen valahol, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy most Százhalombattán, vagy Budapesten, vagy Debrecenben, vagy más magyar városban játszunk, és gyakorlatilag aztán előveszem a Londont, a New Yorkot, a Moszkvát, a Amsterdamot, és úgy érzem, hogy az emberek szeretik ezt a zenét, hiszen ez a zene egyfajta lélekzenéje, és minden emberbe, a ember lelkébe ott van egyfajta kis mikrofon, amelyik gyakorlatilag rezonál, és rezonál a zsidó zenére. És úgy érzem, hogy ennyi év után nem volt hiába ezt a missziót létrehozni, és jövőre leszünk 30 évesek, és egy hatalmas, csodálatos utat tettünk meg, hiszen megszületett nem csak a klezmer zene Magyarországon, hanem megszületett az első klezmer musical, megszületett az első klezmer balett, a Győri Balettel együtt megszólalt az első klezmer szvíta, Liszt Ferenc Kamarazenekarral, és ez mind olyan események és olyan csodálatos része volt az életemnek, hogy azt lehet mondani, hogy nagyon boldog ember vagyok. Gratulálok, és további sok sikert kívánok! Én is nagyon szépen köszönöm!